Te egy gondolkodó szellemi lény vagy. Az állatok nem képesek ilyen magas szintű megértésre, mint te. Ebben különbözöl tőlük. A megértés az ember legfontosabb képessége. Kellő megértés nélkül az ember értelmetlenül cselekszik, sőt károkat okoz, pusztít. Bizonyára láttál már olyan barkácsolót, aki nem értett hozzá, ezért csak még jobban elrontotta a készüléket ahelyett, hogy megjavította volna. A megértéseden múlik, hogy jól csinálod-e a dolgodat, vagy nem értesz hozzá. Hogy jól értesz-e a feladataidhoz, vagy pedig semmihez sem értesz. A te megértési képességeden múlik, hogy hajlandó vagy a másokkal megbeszélni dolgokat, vagy akár egyáltalán szóba állni velük, vagy pedig bezárkózol és magányosan élsz. Igen, vannak nehéz esetek is, akikkel nem szívesen állunk szóba, de sosem leszel képes őt megváltoztatni, ha nem is szólsz hozzá, és te nem vagy hajlandó megérteni őt. Mások megértésén múlik, hogy szereted-e az embereket, vagy pedig neheztelsz rájuk. Őket hibáztatod a bajokért, vagy akár gyűlölöd őket, és ezen nem is tudsz változtatni. A te megértéseddel javíthatsz a családi, házassági problémákon is. A megértéseden, hozzáértéseden múlik, hogy milyen jó szakember vagy, mennyit keresel, hogyan élsz. Egyáltalán nem mindegy, hogy mennyire érted a munkádat, a környezetedet, vagy akár a világ működését. Az egész életed minősége ettől függ. De vajon mitől függ a te megértési képességed? Természetesen attól, amit már tudsz, amit eddig megértettél, megtanultál. Márpedig ez fejleszthető. Amit jól tudsz, jól ismersz, azzal kapcsolatban jól átlátod a helyzetet, könnyen találsz megoldásokat, és könnyedén tanulsz meg újdonságokat is, ha kell. Például szakmai kérdésekben biztos nagyon jó vagy. Amihez viszont nem értesz eléggé, azzal nem szívesen foglalkozol, mert nincs kellő megértésed. Gondolj csak egy jogi szövegre, vagy akár az adóbevallásra. Egyáltalán nem mindegy, milyen tudást, milyen megértési képességet kaptál szüleidtől, az iskolától. Nézd meg, mennyire értelmesek azok, akik alacsony sorban, műveletlen, értetlen emberek közt nőttek fel. Többnyire nem sokban különböznek a környezetüktől. Nekik sokkal kisebb a tudásuk és gyengébb a megértési képességük is, mint az értelmesebb, okosabb szülők gyerekeinek. De ezen még most is lehet változtatni. Csak tanulás-megértés kérdése. A jobb megértést el lehet sajátítani. Sőt, senki sem születik mindentudóként. Mindenkinek tanulnia kell. A jobb megértést olvasással, tanulással szerezzük meg. Érthető, jó tananyag, jó meghatározások, jó szótár. Ezek a megértés elsajátításának eszközei. Ha igaz adatokat, összefüggéseket olvasol, és érted is, akkor belül te is tudod, hogy ez az igazság. És utána alkalmazni is tudod, amit jól megértettél. Ha zavaros, érthetetlen a szöveg, akkor jó meghatározásokra van szükséged, hogy kibogarázhasd, mit is akar mondani. Ilyenkor célszerű megkérdezni egy ismerőst, aki ért is hozzá. De mit tehetsz, ha nincs a közeledben ilyen élő szótár, aki elmagyarázza? Feladod, vagy tovább keresel? Márpedig, ha feladod, sosem fogod teljesen érteni. Szóval, megelégszel az első zavaros válaszsal, amit feldob a kereső a netről, vagy pedig addig keresgélsz, amíg igazi, érthető és teljes választ találsz. Nos, ebben a megértési színvonalban különbözik egy gyenge szótár és a wikiszótár.hu. A rossz tananyagok, a hiányos, gyenge szótárak csak egy-két rokonértelmű szót adnak meg magyarázatként, a wikiszótár.hu pedig a teljes fogalmat érthetően elmagyarázza. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen megértést szerzel. A wikiszótár.hu eljuttat a megértésig.